A Magyar Kanizsai Gyógyfürdés sportcsarnokában vasárnap tartották meg a 16. Branko M. Dragić nemzetközi cselgáncs emlékversenyt, amellyel a Magyar Kanizsai Oromi-Oromhegyesi Partizán Judo Klub egykori tanító mesterére emlékezik. Az emlékversenyen a Mórahalmi Judo Klub 9 kis cselgáncsozója is tatamira lépett, akikkel egy korábbi szegedi válogatott cselgáncsozó Nagy Bata Mihály foglalkozik. 4 éve alakult Mórahalmon a judo sport, és elég nagy népszerűségnek örvend, főleg mi még gyerekekkel foglalkozunk, ezekből a gyerekekből szeretnénk majd később kialakítani a korosztályos versenyzőket, úgyhogy ezért is most kisebbek vannak javarészt. Felnőtt csapatról úgy tudok beszélni, hogy vannak lelkes szülők, akik a gyerekeket lehozva megszerették a sportot és beálltak, egy kicsit ők is szeretnék megismerni. De felnőtt csapatunk úgy hivatalosan nincs. Én 1972-ben kezdtem el a sporttal foglalkozni, immár 46. éve. Magyar válogatott kerettag voltam ifjúságiba, juniorba. A mai napig versenyzem Masters korosztályba, ahol világbajnokságon 3. Európa-bajnokságot megnyertem már ebből. Igyekszem átadni a tudásomat, és számomra nagyobb öröm, hogyha a gyerekeket itt a tatamin látom sikereket elérni, mint a saját magamat. Közösen össze szoktunk járni, Magyar Kanizsa rendszeresen szokott lejárni hozzánk, átjárni hozzánk Mórahalomra a közös edzésre. A mórahalmi versenyünket is igen megtisztelik, és nagyon-nagyon szép eredményeket szoktak elérni. Mi is voltunk már itt közös edzésen, összeedzésen, és a jövőt illetően most 25-én, május 25-én szintén várjuk őket az közös összevont edzésünk erre Mórahalomra. A házigazda klub versenyzője Madarász Martin most 14 éves, de már 9 éve cselgáncsozik. A tavalyi emlékversenyen nem talált legyőzőre súlycsoportjában. Most plusz 73 kilóban versenyez. Erősek ebben a mezőnyben az ellenfelek, sokan is vagyunk, és nagyon erősen kellett készülni. Volt, amikor ki is kaptam, de sokszor volt olyan, amikor nyertem is. Kellett külön is edzeni magunknak, otthon is, meg futás, erősítő edzés, meg ennyi. Bent az edzéseken pedig küzdelem, dobások, lefogások. Az idei emlékversenyen 33 magyarországi, romániai, szlovéniai és szerbiai klub 194, 2004-es és annál fiatalabb cselgáncsozója vett részt. A Magyar Kanizsai Klub elnöke abban bízik, hogy az emlékverseny a jövőben is legalább olyan népszerű lesz, mint eddig. Egy emléknek indult, egy megemlékezünk Branko M. Dragićról, aki elindított a judót 74-ben Magyar Kanizsán, hogy megemlékezzünk rá, mivel korai halálával elveszítettünk egy kitűnő embert, egy judóst, egy barátot, aki segítette mindig is a judósokat, a magyar kanizsaiakat, hogy ez arról menjen ki, hogy mégiscsak a judó megmaradjon egy ilyen kisvárosban is, ugyanúgy, mint a többi nagyobb városokban. Nem gondoltuk, hogy ez ilyen sokáig fog tartani, de szeretnénk, hogy ez duplázódna, sőt, mi több, még háromszorozódna is, és megmaradna ez egy szép emléknek, és a judónak, a magyar kanizsai megalapítójának az emlékére természetesen. Meg szeretessük a gyerekeket, hogy a judo sportot megszeressék, és hogy miután tovább tanulnak, akkor is megmaradjanak egy judóba, vagy legalábbis, mikor nekik lesz családjuk, és lesz kisgyerekük, akkor újra visszatérnek a judo sporthoz, ami úgymond az embernek egy segítség, egy nagyon jó társaság, egy nagyon jó kollektíva alakul ki, ami szerintem bármikor, ha valakinek valami szüksége van egy judo szülére, bármikor lehet számítani. Mint mindig az emléktornán megjelent Mira Dragić, az egykori kiváló edző Branko M. Dragić özvegye is. A legeredményesebb egyesületnek az Arad Judo Klub bizonyult, míg a legtömegesebbnek járódíjat a szabadkai Spartak érdemelte ki.